Sziasztok, ez itt a Kutyinfo Podcast, én Láng Dávid vagyok, és Kis Kornél fogok beszélgetni, aki a Kutyapárt 21. kerületi, vagyis Csepeli lista vezetője az önkormányzati választáson. Szia, Kornél! Sziasztok! Szia, Dávid! Kezdjük azzal, hogy ha jól tudom, két éve az országgyűlési választáson te Nagy Kátán voltál képviselőjelölt a párt színeiben. Hogy lett ebből Csepel? Hát én eredetileg csepeli vagyok, viszont a kutyapárt listaállításához szükséges feltételek miatt 71 plusz helyen kellett elindulnunk a 22-es választásokon, és hát Pest megyében nem volt meg minden körzetben a kutyapártos szervezet vagy a kutyapártos jelölt, úgyhogy én feláldoztam magamat és elhagytam Budapestet. Egészen Pest megye 9-es választókörzetig, és akkor ott nagykáten csináltuk meg a 22-es kampányt. És a Csepeli kutya tevékenységében mennyire vettél részt eddig, és milyen akciók voltak, amiben ott voltál? De nagy kártát megelőzően csatlakoztam a kutyapárthoz, körülbelül ilyen 2021 elején környékén. akkor ott már, már Csepelen igazából részt vettem a szervezetnek a munkájában, csak a kampány időszak alatt kiküldetésemet töltöttem, viszont amikor visszatértem, akkor már szerveztem is akciókat, meg klubokat, és akkor megpróbáltam így visszaintegrálódni a Csepeli csapatba. A kedvenc akció, amit csináltunk, az a kacsásbusz megálló a Hollandi úton, az mindenképp az egyik szívügyem projekt szinten, és hát az önkormányzati képzés kapcsán nagyon sok egyéb ilyen érdekes önkormányzati korrupciós ügyre, meg egyéb ilyen dologra bukkantunk rá, amit így a Csepeli szervezettel megosztva így tudtunk ezzel foglalkozni. Csepelen elég speciális a politikai helyzet jelenleg, ezt mondjuk el a hallgatók kedvéért röviden, hogy ugye a polgármester Borbély Lénád, ő ki nemrég a Fideszből, mert összeveszett német Szilárd, aki ugye helyi választókerületi elnök, és most úgy néz ki, hogy ő a Borbély Lénárd függetlenként el fog indulni az önkormányzati választáson, de vesz vele szemben egy fideszes jelölt is, meg ugye az ellenzéki jelölt. Te mit gondolsz erről a balhéről? Mindenképp unikumnak számít, hogy olyan kerületben mérettetjük meg magunkat, ahol kettő Fidesz is van. ez hát azért nem gyakran fordul elő. Borbé Lénárd egy évvel ezelőtt lett a Csepeli fidesz együtt feloszlatva és kizárva. Visszajelentkezni pedig a Fidesz frakció egyébként visszajelentkezett az új alakult Csepeli Fideszbe. Tehát nagyjából arra lehet számítani, hogy az egyéni választókörzetekben azok a fideszes figurák fognak elindulni, akik jelenleg is most a Csepeli önkormányzatban a fideszes frakciót alk Borbély Lénát pedig a civil idézőjelbe, civil szervezetével, a meglévő alpolgármesterekkel fog tudni valamilyen módon politikai bázist építeni az ellenzék jelöltje pedig most a DK Momentum megegyezések hullámában sikerült ugye kiválasztani őtő Dukán András lett. Tehát mindenképp egy feszült politikai helyzetbe ugrunk bele, olyan szempontból viszont egyértelmű a helyzet, hogy a kutyapárt az kutyapárt maradt, nem volt <laughs> különösebben egyéb politikai manéver, amiben mi egy részt vettünk volna. És szerinted kinek a győzelme lenne a legjobb a kerület szempontjából? Borbé Lénádé újra, vagy a Fidesz még nem ismert jelöltjével eszemben, vagy a momentumos dukán András Ferencé nehéz ezt a versenyt úgy szemlélni, hogy vannak valódi győztesek, mert a kerület lakói valószínűleg nem tartoznak közéjük. Borbély Lénád munkásságát azért úgy kell értékelni, hogy ő a konfliktusait a fidesz mindig annak a szellemében vállalta, hogy német Szilárd többet akart lopni a kerületből, mint amennyi a jelenlegi polgármesternek sikerült. Úgyhogy a kettejük, tehát a Fidesz jelöltje és a Borbé Lénád közti csatát én mindenképpen így kicsit rossz szemmel nézem. A Dukán András munkája ennél sokkal tisztább a kerületben, tehát hogyha a polgármestert kéne ebből a háromból választani, akkor a momentumos jelöltet mondanám, viszont azért az ő munkásságában is vannak kritikák, az, hogy az ő szakértelme, meg az ő rátermetsége tanáremberként mennyire üleszthető össze a politikai korrupcióval, amit tapasztalt, és amennyire tett vagy nem tett ellene, az egy másik kérdés. És szerinted mi a jelenlegi városvezetés legnagyobb gyengessége, ami ellen képviselőként felszeretnél lépni? ennek a szellemében írtuk meg igazából a cseppeli programunkat és azokat az elemeket emeltük ki belőle, amik szerintünk a legélhetetlenebbé teszik ezt az amúgy nagyon-nagyon is jelhető kerületet. Ilyen a Kisdunapart problémája, a jelenlegi polgármester és a jelenlegi városvezetés a zöld felületeket valamilyen módon rekultiválni próbálja, ezt főleg beépítésekkel, focipályák építésével, fák kivágásával és ilyen idézője elbövet ifjúsági parképületek építésével próbálják meg így visszaadni a közösségnek. Ez szerintem egy rossz irány. A tömegközlekedés, az utak állapota is egy ilyen kardinális kérdés, ami szintén egy ilyen erős negatív eleme a jelenlegi városvezetésnek, hogy nem igazán tudtak az elmúlt. 60-70 évben mit kezdeni azzal a problémával, hogy nálunk egy helyi érdekű vasút jár, ami nyilvánvalóan elavult és nem képes kiszolgálni a kerületieknek az alapvető érdekeit és hát az utak állapota az agglomerációból való meg növekedett forgalom miatt rohamosan romlik, erre sem tudott a kerületi városvezetés sok választ adni az elmúlt évtizedben. Annak mi lehet szerinted az oka, hogy míg az országgyűlési választásokon már 2014 óta rendre az ellenzéki Szabó Szabolcs nyeri a körzetet, addig az önkormányzatban nem tudta mai napig átvenni a hatalmat az ellenzék. Hát kettő ilyen válaszom van erre, az egyik talán a, a viccesebb, hogy német Szilárd egy kevésbé emberarcú fideszes, mint Borbé Lénárd. Az ő indulása az mindig egy, egy olyan megosztó tényező, ami még a helyi fideszes lakosságot is megosztja. Nem igazán tudja maga mellé állítani. Az egyébként 2010 előtt azért masszívan ellenzéki csepeli kerületet, Morbai Lénárd munkája ennél lényegesen kevésbé megosztó, meg maga a figura is kevésbé polarizált, lényegesen könnyebben vagy egyszerűbben tud hozzászólni az ellenzéki érzelmi szavazóihoz is, tehát amikor önkormányzati választások vannak, és amikor országgyűlési választások vannak, van egy olyan réteg, aki egyszer így, és egyszer úgy szavaz. Ez magyarázhatja ezt a libikókát, ami nálunk itt a Csepeli kerületben zajlik annak szerinted mi lehet az oka, hogy német Szilárd mellett továbbra is kiáll a Fidesz? Tehát hiába veszítette Zsinorban három országgyűlési választást, továbbra is ő a kerületben az úr, és inkább a Borbély Lénádot rúgják ki. Igen, a kerületi erős ember státusza az nem igazán renget meg német Szilárdnak minden botránya és balhéja ellenére. Azt én aznak is tudom be, hogy a Fidesz alelnökeként lényegesen nagyobb mozgástere van a pártjában, különböző országos, magas beosztású projekten, meg miniszteri tárcán ő azért dolgozott, akár a hadügyminiszter alatti munkáját, akár a rezsibiztosi munkáját értjük ez alatt. Az ő eltávolítása az lényegesen nagyobb politikai presztízsveszteség veszteség lenne egy Fidesznek, mint Orbé Lénárdot néha mellőzni vagy parthonalra tenni. A kerületben is elég erősen be van ágyazva gazdaságilag. Az ő alapítványa nagyon sok ingatlant birtokol, köztük a stadionnal, a birkózó stadionnal, sportegyesületekkel. Tehát, hogy német szilárd elmozdítása az, egy nagyon masszív tőke elmozdítás lenne azért Csepel városából vagy kerületéből, amit hát így alapvetően én nem bánnék de lehetséges, hogy az ottani gazdasági érdekek azok inkább német szilárdot pártolják, mint egyébként Borbé Lénárdot, aki mellett hát a saját pártja sem feltétlenül állt ki teljes Kicsit mesélsz magadról, hogy mivel foglalkozol civilben, és miért gondolod azt, hogy alkalmas lennél önkormányzati képviselőnek? Azt nem tudom, hogy alkalmas lennék-e, mert nem próbáltuk meg, de én magamról annyit mondanék el, hogy a joghallgató voltam sokáig, aztán most már jogászként dolgozom ebben benne van az is, hogy nem fejeztem be a jogi egyetemet, de dolgozom rajta. Viszont a civil tevékenységem az mindig úgy tevődött össze, hogy a piacról éltem meg, nem igazán foglalkoztam úgy politikával, hogy ebből bármilyen megélhetési szempontból viszonyuljak. Tehát a kutyapártat én azért is választottam, mert nagyon sok önkéntes munkaórát tudtam passzivistaként ebbe úgy beletenni, hogy gyakorlatilag semmit nem vár tőlem a párt ezért cserébe. Most egy kicsit komolyabbra vettem ezt a figurát azért, mert úgy éreztem, hogy a kerületünk az hát nem igazán találja meg a megfelelő irányt. Én 29 éve csepeli vagyok, kisebb-nagyobb megszakításokkal azért mindig a kerületben éltem. Jelenleg is ott élek, és azt gondolom, hogy, hogy jól látom azokat a problémákat, amikkel a kerületünk szembesül. Azt, hogy, hogy kinek lenne ezt a feladata megoldani, én úgy gondolom, hogy az állampolgároké, az aktív állampolgároké, és ha ezek közül én ki tudok választódni úgy, hogy mondjuk felhatalmazással élve valamit változtassak, akár a testület munkájában, akár a polgármester befolyásolásában egy értelmes javaslattal, akkor ezt így érdemes megpróbálni, még úgy is, hogyha nyilván a, a testület többségében azért nem fogunk tudni erős pozíciót. Szerezni. Beszéltél arról korábban, hogy szerinted mi a probléma a jelenlegi városvezetéssel, most, hogyha mondjuk tudnál mondani három fő problémát, ami jelenleg van a kerületben, és azt, hogy te mondjuk erre képviselőként milyen megoldást javasolnál a testületben igen, az első, azt már említettem, a hív, A hévet az önkormányzat egymagában nem fogja tudni megoldani. Ez nem egy olyan probléma, amit az önkormányzat a saját vállára tud venni, de a fővárosi közgyűléssel együtt, akár a MÁV hév vezetésével együttműködve lényegesen élhetőbb körülményeket lehet teremteni a hévezőknek is. Lehet beszélni felújított kocsik bevezetéséről a csepeli vonalra, lehet beszélni menetrend optimalizálásról, ilyen javaslatok már Más agglomerációs körzetekben is felmerülnek, például a mellettünk lévő Szigetszem Miklósnak is van a BKK-val társulási szerződése, amiben azért megkönnyíti az ottani lakóknak a fővárossal való kapcsolat fenntartását szerintem ez Csepelen is indokolt lehet. Alacsony padlós buszjáratok sűrített bevezetése a bekötőútra, ez segítheti azt, hogy a hévnak a magas padlója miatt egyébként babakocsival, tulószékkel, akár még egy mankóval is lehetetlen a közlekedés. Ezt fel lehet javítani. Nyilván erre én most nem tudok ígéretet tenni, de az biztos, hogy a jelenlegi városvezetésünk nem tesz erre vonatkozóan lépéseket, tehát ezt mindenképp érdemes lenne erőltetni. Ott a a kis Dunapart problémája, ami szerintem egy egészen nagy átfogó probléma, mert a nagy Dunapart is hasonló problémában szenved, a csepeli oldalon egyáltalán nincs kihasználva az a természetvédelmi árterület, főleg szemetelnek rajta, a francia öböl és a jelenlegi barbanegra környéke az szintén egy vitatott tulajdoni hátterű zöldövezet, ezekkel is mindenképpen kell valamit kezdeni. Én szerintem erre gyalázat, hogy 14 év távlatából még egy projekt sem született az önkormányzat részéről. Megpróbálták eladni az önkormányzati tulajdonú telkeket ezeken a területeken. Ezt az ellenzéki frakció megakadályozta, tehát ennyiben nyilvánul meg az önkormányzat ezekkel a, ezekkel a régiókkal kapcsolatban. Harmadikként én, én azt mondanám, hogy a gyártelep még egy ilyen nagyon ikonikus terület csepelen, ami szintén igazából egy kis odafigyelést igényel. Tehát az önkormányzat beavatkozhat abba, hogy a vitatott tulajdonú hátterű utak, közvilágítás, épületrendezés ebben aktív szerepet vállaljon, valamilyen módon megpróbálja azokat a vállalkozásokat támogatni, amik már megtelepettek a gyártelepen, és azokat a vállalkozásokat pedig, akik egyébként olcsón keresnének ipari területet, nem feltétlenül ipar Gondolok itt azért a vendéglátóiparra, ami masszívan települ ki a külkerületekből, a hetedik kerületből, vagy a Huli negyednek nevezett kerületövezetből. Ezt látjuk a Barbanegránval, a Dürerkert is elmenekült a Városligetből, tehát valamilyen módon a, a csöppeli telepnek is meg kell találni a 21. századi felhasználási módját, és ebben egyébként incentívákkal az önkormányzat is szerepet tud vállalni. Én ezeket mondanám a legfontosabb problémáknak és a legnagyobb hiányosságoknak, amiket az önkormányzattól látok. És mi lenne a legelső előterjesztésed, amit képviselőként benyújtanál? Elsőként én mindenképp azt mondanám, hogy egy, -egy normális térképpól kereshetőek az ingatlani besorolások, mert azt például nem sikerült eddig előteremteni, erre továbbra, ha is haladékot kér tőlem a, a jegyző, hogy ezt a közérdekadat igénylésemet teljesítse, szóval ezt mindenképp érdemes megrajzolni egyébként azért is, hogy ezek a zavart tulajdonviszonyok, ezek megkönnyítetők legyenek és ami a konkrét projektre vonatkozik, az a Csepeli Kisdunapart építési területének, vagy legalábbis az ottani beruházásnak a leállítása és annak az újragondolása. Mert az mindenképp egy probléma, hogy egy zöldövezettel úgy bánunk, hogy már kérdés nélkül láncfűrészhez nyúlunk, és markológépekhez és dózerokhoz, én szerintem azt a beruházást mindenképp felül kell vizsgálni, és erre egy javaslatot tennék az első alkalommal, amint erre lehetőségem van. Ha tippelnél, akkor a három nagy oldal közül, akiket az imént említettünk, kinek a győzelmére fogadnál? Ez egy nagyon nehéz kérdés, de én azért azt gondolom, hogy a hogy Borbély Lénárnak van a legjobb esélye megtartani ezt a pozíciót, még akkor is, hogyha, hogyha, nagyon nagy ellenszélben fogja ezt a kampányt végigcsinálni. Ez gondolom azért is, mert legutóbb azért sajtóhírekből lehetett arról értesülni, hogy a Fideszes városvezetés, vagy a Fideszes csepeli frakció az megkereste a Borbély Lénárd által vezetett idézőjeles civil szervezetet valamilyen bakpaktummal, ami az egymással szembeni jelölt állítást valamilyen módon korlátozná, vagy, vagy racionálja az ő részükről. Tehát én ebben azt látom, hogy a Fideszes frakció is inkább a saját győzelmi esélyeit csekélyebbnek tartja, mint a jelenlegi polgármesterét. Az más kérdés, hogy ezzel nem feltétlenül járna a legjobban a kerület. Igen, ugye már a napokban volt egy hír, hogy már azzal vádolják a Borbé lénárot, hogy kezd el Magyar Péteresedni. Hát azt, azt ne, ne bocsátjuk nálam szimpátia szavazásra, hogy most a kettőből melyiket fogom jobban, uh, hát kedven, idézőjelben de a helyi Fidesznek igazából az a legnagyobb problémája, hogy még Borbély Lénár neve viszonylagosan azért, az, akár még az országos sajtóban is megforgott egyszer-kétszer, azért a helyi Fideszből ilyen ikonikus figurákat német Szilárdon kívül nem tudunk mondani, még, még úgy, hogy helyben lakóként sem emelkedett ki közül kifejezetten senki, és német Szilárd neve pedig alapvetően visz, nem pedig hoz. Tegyük fel, hogy a három oldal pontosan ugyanannyi képviselővel rendelkezik majd a testületben, előállhat végül is egy ilyen szituáció, és mondjuk te lennél a mérleg nyelve, akkor kivel szavaznál együtt szívesen? Hát alapvetően mindig a legjobb javaslattal szavaznék együtt szívesen. Ez jó esetben az, amit én nyújtottam be, rossz esetben pedig az, amit a többség éppen úgy lát, hogy, hogy ez lenne a legoptimálisabb megoldás. Én szeretném keresni azért a kompromisszumokat mindenkivel, hogyha egy Akár egy egy rossz szerződésnek a felmondása, egy rossz bizottságnak a megszüntetése, egy rosszul működő helyi vállalatnak a vezetésének a leváltása a kérdés, akkor szerintem bármelyik frakcióval együtt lehet szavazni. Azt kell megválogatnunk igazából, hogy hogy mi a, a legjobb a kerületnek és mi a legjobb az ott lakóknak. Az egy másodlagos kérdés, hogy ezt éppen egy fideszes képviselő, vagy egy ellenzéki képviselő, vagy hát éppen maga egy alpolgármester terjeszti be. És milyen kampányjal készültök? Milyen ügyeket szeretnétek tematizálni a júniusig hátralévő időszakban, és mondjuk esetleg milyen utcai akciók azok, amik még bele fognak férni ebbe az időszakba? Azzal a problémával szembesültünk, hogy az egyik utcai akció, amit meg akartunk szervezni a napokban, az elmarad, mivel a polgármester bejelentette annak a kerületrésznek a, a beruházásának az elindítását, ez a Szent Imre téri buszpályaudvarnak a fel, lebontása, szétverése és parkosítása, ezt hónapok óta mondjuk egyébként az összes MKKP és Csepeli nyilvános felületünkön ez egy nagyon fontos lépés lenne, és ez eleme is volt egyébként a programunknak. Hát ezzel kapcsolatban örülünk, hogy a, a helyi erők meghallották a kérésünket. Más utcai akció után kell néznünk. Én a kis Dunapartot találtam meg mint, mint helyszínt arra, hogy egy tematizált grillezést tartsunk ott, minél több résztvevővel minél nyilvánosabb eseményként, ahol igazából azokat a fotókat szeretnénk bemutatni, amíg Google térképen egyébként elég jól látszanak, friss felvételekkel pedig elég rosszul néznek ki. Itt alapvetően a zöld felületeknek az eltűnését szeretnénk bemutatni, a fakivágások eredmény a beruházások eredményét. Nagyon sok épület van, ami újonnan épült. Valóban lebontottak ott egyébként nem használt ingatlanokat is, de nem feltétlenül kellett volna ugyanúgy visszaépíteni azt a beépítettségi százalékot, vagy nagyobbat, mint ami egyébként előtte volt. Ez lenne igazából az az akciónk, ami nagyjából lezárná a kampányra való felkészülésünket, az ajánlásgyűjtést megelőző héten. És júniustól pedig, amint ez a teher leesett a vállunkról, hogy, hogy megvannak a jelöltjeink, és megvannak a szükséges ajánlásaink, akkor el lehet kezdeni a programnak a különböző elemeit egyenként tematizálni. Itt öt tematikus akcióra gondolok, ez elsősorban a hévvel kezdődne, és a gyárteleppel zárulna, és ami közé befér, az mindenképp a Dunapart, az utak és a kátyúk állapotának kérdése, és a tömegközlekedés Köszi szépen, hogy eljöttél, sok sikert a kampányhoz. Köszi. Hát igyekszünk a legjobbakat megtenni Csepelért, ami, ami tőlünk telik.